Göröcs János a varázsló. Egy könyv, mely az idősebb generáció számára nosztalgikus visszaemlékezés, a fiatalabbaknak tanulmánnyal felérő dokumentum egy emberről, aki az 50-es években Európa legjobb futballistái közé tartozott. Titi a varázsló. Göröcs János azon kevesek egyike, akik nem csak részesei, de egyben főszereplői is voltak a magyar labdarúgás egyik fényes, sikerekben és eredményekben gazdag időszakának, a 60-as évek futballjának. Lakaté Károly a szerző rengeteg kulisszatitkot is elárul ebben a könyvben, kezdve attól, hogy milyen kapcsolata volt a belügyminisztériumnak az Újpesthez, milyen előnyökkel, vagy éppen milyen hátrányokkal járt, hogyha valaki ennek a klubnak a tagja lehetett, milyen viszonya volt a válogatott többi játékosának az újpestiekhez, miért maradt ki Göröcs Titi számos nagy világverseny, elsősorban az 1966-os világbajnokságra, ami örök fájdalom maradt, hogy jutott el az Újpest Európa nagy csapatai közé. Göröcs 339 alkalomból 109 gólt termelt az újpesti dózse színeiben.